A furmintot igazi magyar borszőlőfajtának tartják a hazai borászok. Hazánkban jelenleg két borvidéken termelik, Nagy Somlón és Tokajban. A furmint arculatát szeretnék megteremteni a Grand Tokaj vezetői is. Úgy látják, ebben a borszőlőfajtában van a legnagyobb lehetőség arra, hogy a világpiacon is megállja a helyét. A stratégiát, amit meghatároztunk, abba a furmint kiemelt szerepet kap, mert ezt ismerik a legtöbben, és ennek vannak a legnagyobb esélye a világpiacon sok szempontból a különböző szakértők szerint. Tehát a furmintra koncentrálunk, de hogyha az befut, akkor természetesen haladunk a, a, a és a muskata és a többi fajtával is, de a furmintra kell most koncentrálnunk. A furmintból készült borok sikerét jelzi, hogy egy új helyi borász 2012-es száraz furmintját is kínálják Magyarország első Michelin csillagos éttermében. A helyi pincészet nedűjére egy borverseny után figyeltek fel az étterem borszakértői. Kaptam egy e-mailt, hogy szívesen a séf egy új új menüt készít, és hogy hogy, hogy, hogy ki, megnézni a formintot meg a zsófi küvét, a szofi küvét. És akkor beküldtem neki, és akkor én nem tudtam, hogy megmondom is, hogy mi is lencsillagos étterem, és akkor Google-be beírtam, hogy ki ez az étel és akkor így nagyon, nagyon láttam, hogy Magyarország első mislencsilegos étterme. És azóta a formintő bekerült a menübe, a zsófi küvé pedig ott van a, a a borpalattán, tehát hogy meg tudják vásárolni. A furmintra sokan már most úgy tekintenek, mint a sárdönő alternatívájára. Mások még kételkednek sikerében, ám ha sokat beszélnek róla, sőt, ha fogyasztják is azt, az már fél siker, hiszen ha itthon megkapja a kellő figyelmet és elismerik a belőle készült borokat, akkor jöhet a furmint világhódítása.